A hány optika, szinte annyi fajta látásvizsgálat. Egy új, több éven keresztül végzett fejlesztésnek köszönhetően most már néhány perc alatt felállítható a diagnózis. Itt a páciens tevékenyen részt vesz az eljárásban, tulajdonképpen ő maga korrigálja a képet. Igazából a hagyományos látásvizsgálatot azt ugyanúgy megejtjük, ahogy eddig próbalentsékkel, géppel, és a következő módszer az pedig egy ilyen 3D-s látásvizsgálat, az a következő szint a látásban, ahol a két szem látását vizsgáljuk. Úgynevezett polarizáció szűrőnél 3D ábrákat vetítgetünk, és a 3D ábrán ő kell maga, hogy beállítsa, hogy a 3 d ábrák bizonyos szinten találkozzanak, tehát megvannak az instrukciók. Tehát lényegében a páciens állítja be saját maga, egy 3D-s mélységlátást is nézünk vele. Leginkább az életkor, illetve a számítógép előtt eltöltött idő függvénye az, hogy kinél van szükség ilyen vizsgálatra. Maga az igenius a szűrés az egy olyan 10 perc. Ha ott kijön egy eredmény, hogy a páciensnek szüksége van úgynevezett fényeltérít, tehát a lencsén belül egy ilyen fényeltérítő ékreszt prizmának hívjuk, ami ugye eltolja a fénysugarat, akkor azt azért leszoktuk a klasszik módszerrel ellenőrizni, tehát ez egy ilyen fél óra is lehet összesen. Ez igazából a számítógépeseknek van kitalálva, hiszen a számítógép előtt, ha egy minimális szemhibája van az embernek, az abba a pillanatban kijön, amit a természetben soha nem vesz észre. Tehát aki úgy értem fiatalok, hogy dolgozó emberek, akik monitor előtt ülnek nagyon sokat, 8-10 órát, és azért mondom elsősorban fiatalokat, mert hát ő azért ők azért napokat is képesek eltölteni monitor előtt. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor ez a vizsgálat nem végezhető el bizonyos szembetegségek miatt. A két jól látó szem kell. Tehát akinek szürke zöldhályog, zöld hályog, ö, pff, szemfenéki problémák, keringési problémák, amelyik a két szem együttlátását befolyásolja, vagy befolyásolja, vagy ö, rontja az egyik szem képét nagyon, azt, ö, azt nem, nem tudjuk azt nem tudjuk genius nézni, hiszen ott a két szem együttlátása és a mélységlátás, a sztereolátás nem olyan, amilyennek lennie kellene. Fej, nyak vagy hátfájdalmak, fényérzékenység, fókuszálási nehézségek tartós jelenléte indokoltá teheti, hogy így is megnézessük a szemünket.